protokollum, meg a kivasalt kalap. Egyszer csak a vigyáz kutya elkezd morogni az ajtó felé, aztán szűkölve bújik be az ágy alá. Hát azt a kutyát mi lehet, -e, mit érez? De a két ajtó be volt csukva, külső deszka ajtó is, meg a belső üveges is. A sonkázáshoz nem kell odavilágítás. ki volt az ajtó. A külső minden kopogtatás nélkül kinyitódott, aztán a belső is. Egy úr nyomakodott be. Elébb azt tette, hogy az esernyőit kétszer-háromszor kifeszítette, hogy az esővizet lefrecskelje róla. Aztán ugyanannak az esernyőnek a hegyes végével letolta a lábairól a gumifélcipőket, azokat a két ajtó közé egymás mellé sorakoztatta, csak azután mutatta meg magát egész valójában. Sovány vízna fiatal ember volt, pergamen fakó ábrázattal, csak az orra volt piros a hidegtől. Szőke bajuszának a szálait meg lehetett volna számlálni, olyan ritkán nőttek. A szakállára is olyan rossz idő járt, hogy azt nem volt érdemes learatni. Az egyik szem erősen össze volt hunyva, hanem a másikkal annál élesebben látott. Volt rajta két nyári kabát, az alsó hosszabb, mint a felső, Azoknak az oldal zsebeiből nyíltan kivillogva és körvonalakban tűntek ki mindenféle színű papírosok, kalamáris és toltartó, lábai nagy cipők, amiknek az orra felfelé volt görbülve, kezein ócska kezdjük, amiknek az ujjai szét voltak nyílva, kiegészíti a parádét az ütött kopott cirinder kalapa fején, amit eleinte le se szándékoznék venni engedelmet kérek, talán nem jó helyen járok. Én egy szegény családhoz vagyok kiküldve, hely szemlét fölvenni valami kaporádám. Öreg nagyon megörült, Áh, ah, ez az úr, akinek én a lakáson bediktáltam, de nyomban eljött. Jól tetszett találni, én vagyok az a kaporádám, az meg ott a felesége. Milyen jó meleg szobájuk van. Én nem győzöm az irodámban a körmeimet fújni. Március 15-e óta nem fűtenek szabály szerint. Hát kérem, alássan, magyarázgatás Zsuzsa asszony, én egy szegény mosóné vagyok, muszáj tüzet tartanom a vasaláshoz, meg hogy a ruhák jobban száradjanak. Szegény mosóné, de jó mesterség, maga pedig az a kaporátám. Az a szegény kenyér nélkül maradt vasúti váltóőr, de sonka nélkül úgy látszik, hogy nem marad. Aztán magában dörmögte tovább, amíg a kesztyűjét lehúzogatta. Egy egész sonka van előtte. Milyen piros keblű, barna bőrű szépség. Ha én valaha az életben egy egész sonkával négy szem közt összekerülhettem volna. Zsuzsa asszony vette észre az írj oldal pillantásokat a sonka felé a édes tekintetes úr, ha meg nem vetni, tartson az urammal. Azzal széket tolt az asztalhoz, és tányért tett a tál mellé. Ádám apó súgva mondta az asszonynak. Te asszony, hát még ennek is a halálát akarod? Az is súgva felelt vissza. Hiszen ennek sem lehet szebb halál, amit sonkába belehalni. Az már igaz. A tekintetes úr nem várt másodszori kínálást, odaült az asztalhoz. Zsuzsa azt, aztán előhozta a krányec frányó késes kosarát, és azzal kínálta meg a kedves vendéget. Tessék a tekintetes úrnak ezekből egyet kiválasztani. A sonkához éles kés Mennyi kés dünnyögé, szüköl makár. Ez volt a neve a hivatalbelinek. Hámozó kés, disznó ölő kés, csemegés kés, még trancsírozó kés is. Ezeknek a szegényeknek úgy látszik, hogy van mit szeretelni. Azért csak kiválasztott egyet a bicsakok közül, és az nagyon éles lehetett, mert ugyan nagyot szaladt a sonkába. A tekintetes úr nem veté meg a szegény ember kínálását, úgy falt, mint akit nem aggaszt a gondolat, hogy elrontja az étvágyát a mai ebédhez. A zsuzsa vette észre, hogy az uraság nagyon nézegeti a kezében forgatott bicsakot. Kérem alássan ezek a szegény késáruló tótlegénynek a portékáit, hagyta nálunk, mert ma esős idő van, hát bökréket árul. Hát szegény tótlegény is van, hát az a kisasszony ott az asztalkánál. Az meg egy ámbor varró leány, akinek azt a kis benyílót kiadtuk, hogy könnyebben kifizethessük a házbért. Be van jelentve a kisasszony? Erre az apostrofálásra maga a lidi kisasszony felelt meg. Tessék a bejelentési bárcám. Makár figyelmesen átolvasta a bárcát. Riftig, gratulillédi a varrónő, hadd lássam az ujjahegyét, és azt, hogy odatarta a kezeit. Nincsenek felszurkálva a tűtől. Tetszik látni, hogy finom hímzéssel foglalkozom. Ennél nem tépi a tű a kezet. Az már lehet. Azzal az egyik szemét még jobban lehunta. Ez szólt az elintézett kisasszonynak, hogy azzal tán csak leskelődött. A másik kalannál fürgébben vizsgálta körül a mosókonyha alkat részeit, közben folytatta a sokkafogyasztást. Hát abban a kosárban mi van, kérdés Zsuzsa asszonytól? Az meg egy szegény perec sütőnének a jó szága. Itt hagyta addig, amíg a másik kosárral el tudja adni, hogy odakinn az esőben megnehezkedjenek a sütemények. Hm, megint egy szegény, akinek tele van a kosara dörmögte a ténsúr. Hát az a nagy rakás hagyma, mire valót? Az meg egy szegény palotai kofája, aki betette ide addig, amíg apránként eladogatja, Ó, szent illés profét, akit a holló táplált! Ha én egyszer este egy gereszt foghagymával megkenem a pirítós kenyeremet, másnap az egész iroda mind rám támad. Hol vetted a fokhagymát? Ha én néha napján egy szép veres hagymához jutok, egy nap csak az illatában gyönyörködöm, másnap szelem fel. És ezeknek itt több hagymájuk van, mint az egyiptomi fáraónak? Ezek aztán a gazdag szegények. Nini ott meg egy virágbokrétát látok. Azt meg egy szegény kis virág áruló leány hagyta itt, akit a kisasszony ingyen szívességből hímzésre tanít. Ó, még egy szegény, akinek hulla markából az ibolya gyöngyvirág. Nekem rá se szabad néznem, ezek meg ibolyákon hevernek. Susa asszony azt gondolta, hogy az érc volt. Már az igaz, a csicsonka leány két ibolya ágy között alszik, igaz, hogy a pucér földön. Gip is szólalt meg a szarka a ténysúr széke hátán. Á, madarat is tart az asszonyság, beszélő madarat. Ezzel még pénzt is lehetne keresni. Pszt, mondd erre, pikusúr. úr. Ez annyira megnyerte a tetszését a ténysúrnak, hogy egy akkora darab sonkával jutalmazta meg a közbeszólót, amit az nyomban nem tudott lenyelni, hanem lerepült vele a földre. Ott pedig elvette tőle az irigy vigyáz, kidugva fejét az ágy alul. Ez csak reváns volt. Kutyát is tetszik tartani. És ugye a csodálkozás eléri a tetőpontját, a nyitott pince gádorból felhangzott egy egészséges gyereksivítás. – Hé, hát az micsoda, kisgyereksírás! – gyerek sírás? Lidik is felugrott a hímző ráma mellől. Fölébredt szegényke, megyek megitatom. Zsuzsa asszony azt tanácsolál, hogy szénnel ojtott vizet adjon neki. Van a vasalóban faszén. Nem majd a déli kávémhoz eltett tejből veszek el, az jobb lesz neki. Azzal felvette a teljes ibriket a katlanról, és lesietett fel a pince Á, ah, ungorkodék, szüköl, makár, gonoszkásan. Hát kicsike is van a háznál, hm, a boldog szegények. Gratulin, Lídia, ich gratulire. Jaj, mit gondol a tény súrsi, felvilágosítani zsuzsasszony. Az egy szegény muzsikus cigánynak a porontja, kis árva, akinek tavaly halt meg az anyja. Hát még muzsikus cigányt is tartunk, a zenét is kedveljük, hiszen ezek igen végéletű szegények. Ó, kérem, nem mi tartjuk azokat? Isten őriz, szegény öreg zsiga cigány éppen most ment a két fiával valamerre muzsikálni. Hú, nagy bődben muzsikálni, hiszen ez vallásháborítás. No szép társaság egyrakáson mondhatom de hát venio ad fortissimum virum. Hát ez a sonka miféle szegény emberrel szökött meg. Mondja csak meg, érdemes kenyél nélkül maradt vasúti váltőr, kapor Ádám uram. Az érdemes Ádám úr azonban ebből az egész diskulárásból mind nem hallott semmit mert őtet bizony elnyomta a buzgóság, s aludt szép csendesen a karszéke támlájára, félre nyaklítva a fejét. Igen, nézzen az ember, ez meg itt alszik. Na nem csodálom, hogy a vasúttal elkergették, mikor még az alatt is elalszik, amíg az inkvizíció tart. Hé, Ádám gazda, zabban a lovak. Kiáltásra Ádám a pofőrjatt, és nagyon megijedt. Fú, jön a vonat, futok a váltóhoz. És álom rémületében feldöntött az asztalt, sonkástól együtt. Még azután is azt képzelt egy ideig, hogy a vasútnál van, s valami katasztrofának lett okozója. Júj, nem gázoltál a lokomotív? A sonkát? Nem, én megmentettem, mondám akár. Kabátja szárnyával verbele a port a felkapott sonkáról. Én kapom meg a mentő medáliát. Zsuzsa ez alatt lábra állította az asztalt, s hátba ütögetve az öreget segített annak önmagát megtalálni szükölm akár, aztán csülkön markolva a sonkát, odaállítászt az asztalra Ádám apó elé. – Tehát ismeri a tanú ezt a pasa sírt? – Igen, is ismerem. – Hogyan ismerkedett meg vele? – Hogy én honnan ismerem ezt az izét? – Még a nevét se tudja, ugye? – Hát gondoljon ki valami mesét. Egyszer volt egy jótékony tündér, az engedett három kívánságot az öregnek, meg a feleségének. Bár csak leesnek kéményből egy sonka szólt az öreg. És rögtön ott termett a sonka, csak hogy azt már minden gyerek ismeri. Vagy talán azt, amikor a cigány azzal védte magát, hogy nem ő lopta el a lovat, hanem a ló lopta el őtet. Felmászott a fára, letörött az ága, alatta legelt a ló, ráesett a lóra, a ló elszaladt a cigány, és így a ló lopta el a cigányt. Kérem, tiltakozik Ádám apó, én becsületes úton jutottam hozzá. Elhiszem, a vasúton utazók szoktak busás borravalókat osztani a váltóöröknek, azért, hogy a nyakukat ki nem törette. Meg ha valami elvész, megtalálják, nagy a jutalom, ha nem kerül meg még nagyobb. A mellékjövedelem abból telik. Uram, nekem sohasem ajándékozott senki semmit, és én nem találtam soha semmit. Akkor hát bizonyosan a házi úr küldte ajándékba a saját neve napjára. Az ilyen nagylelkűség tarafás Baziliusz uramnak kiváló jellemvonása, nem? Szegény kaporádámat ezek a csófondáros szurkálódások egészen megfosztották attól a kis házi eszétől is, amivel egyébként rendelkezett. Azonban közbejött a lidik kisasszony. A pincéből került elő, egészen derült volt az arca. No, elaludt már a kisgyerek, olyan kedveske volt. Megfogta a két kis kezével a bögrének a fülét, addig el se eresztette, amíg egy csepp tejecske volt benne, mind megitta, aztán rögtön elaludt. Mutatta az üres bögrét Makár úrnak. volt, ez kihozta a sodrából. de édes kisasszony, nem lehet engem tévútra vezetni, cigány cigánygyerekekkel, akik tejet isznak. Itt most az a hivatalosan konstatálandó kérdés, hogy mi módon került egy egész nagy kassai sonka egy olyan embernek az asztalára, aki éppen ma szegénységi bizonyítványért folyamodott az előjárósághoz. Ez szimulálása az inségnek. Ez visszaélés a szegénység látszatával, s mint ilyen szigorú megfenyítés alá vonandó. A Lidi kisasszony igen jól tudta adni a könnyelmű grizettet. Ó, hát ugyan érdemes ezért ekkora inkvizíciót tartani? Hát ezt a sonkát nekem hozta ajándékba valaki. Erre a szóra még a másik szeme is felnyílt makár úrnak. Há, valaki. Az a bizonyos valaki? Lidi kisasszony durcás negéddel vonogatá vállait. – No, hát az a bizonyos valaki, kinek mi köze hozzá? Az – azzal elkezdett tanulni, Az én csizmám csikorgós, csikorgós. Mostan vette a csikós, a csikós. Spajkosan táncolgatva ment vissza a hímző asztalához. – Tekintetes urat meg csak ette a méreg. – Most már otthon vagyunk, tehát valaki. Bizonyos valaki. Tudtam előre, csak ezt akartam tudni. Magukkal semmi bajom többé. No, ebből a csávából szerencsésen kiszabadultunk, súgás uraasszony Ádám apónak. Az öreg azonban felgerjedt. De nem, én azt nem fogadom el. Ez hazugság. Én nem engedem, hogy az én javamért más szegény legyen eláztatva én megmondom az igazat. Az Istenért a Jánost fogod galibába keverni, suttogázsos asszony. Inkább a Jánost, mint a Lidit. Ha a férfi becsületén folt esik, lemoshatja. De ha a leány becsületét bemocskolják, azt nem lehet a tisztítóba küldeni. Én kimondom, hogy ezt a sonkát a János hozta. Kincs úrnak ez nem volt elég felvilágosítás. János, János, hisz annyi van a világon. Aranyszájú Szent Jánostól kezdve paprika Jancsig, minden ember János. Még a birka is János lesz, ha a bojtorján közé megy. Nincs annak másik neve. Susasszony asszony befogta a tenyerével Ádám apónak a száját, hogy ki ne mondhassa, de bizaz kiszabadította a beszélőkét, és oda kiáltá. A pacal János! Á, ah, a Pacal János, a Konstábler. Ekkor aztán Zsuzsa asszony is megadta magát, és elkezdte magyarázni a helyi viszonyokat és összegöttetéseket. – Igen, itt van nálunk az Absteig kvartéja. Mikor frájnapja van, ide jön magát kialudni ott a padlás szobában. Le kell hívni, törvény nevében. A Lidi kisasszony ez alatt egyre Trollázta a megkezdett nótát, előre-hátra táncolva a konyhában, és amíg a két öreg, meg a ténsúly patvarkodtak egymással, az alatt fogta a makárót, gyűrödött cilinderét, meg a zsuzsasszony vasalóját, és bevitte magával a hálókamrájába. Hé, János úr, konstábler úr! kiállt a zsuzsasszony, Tessék, csak lejönni! A János csak onnan a padlásról kiáltott vissza. Köszönöm, még nem vagyok szomjas. Csak jöjjön elő. Nem akarják itt magát megitatni, hanem azért lesz fekete leves. A törvény nevében kiállt a makár élesre köszörült hangon. Erre a hangra János kidugta a fejét az ajtón, s amint a makárt meglátta, mindjárt kiment a szeméből az álom. Hű, hisz ez a sziköldi urnista? Ez kutya gyerek! Azzal aztán alá lépegetett a hátsón és odállt Makár elé. Na hát szolgálatjára állok a diurnista úrnak. Ám bátor ma fráj van, és nem tartoznám semmi szolgálatot teljesíteni. Itt csak vizsgálatot teljesítünk, legelőször is feleljen. Önnek a közvetítése által került ide ez a korpus delikti? Pacol János azt vélt, hogy nagyobb respektust fog maga iránt gerjeszteni, ha sejtetni engedi, hogy latin iskolákat végzett. Először is, nem korpus delikti, hanem korpus porki. Mint hogy a János nevetett, a két öreg is együtt nevetett vele. Ezáltal a ténysuraság komoly megintését vonták magukra. Figyelmeztetem a hallgatóságot, hogy tartózkodjék a nevetéstől, mert különben kiürítetem a karzatot. Ön pedig feleljen a kérdésre minden tergiverzáció nélkül. No, hát én hoztam ide. És hogyan jutott hozzá? Figyelmeztetem az inkvizítust, Hogyha ha azt találja felen, hogy pénzen vette, én rögtön felkeresem az illető boltost, és vallomást deponáltatok vele. Szükség esetén konfrontálom, tehát mondjon igazat. Hát mondok igazat. A nagyságos fizikus úr parancsolatjára egy szállítmány füstölt húsféle, trikónyavajában levén gyanús, Dunába dobatásra ítéltetett abból maradt meg ez a sonka. Makár úr-e a falnak esett ilyetében. Micsoda? Ez a sonka trihin is volt, s önök ezzel engem agyon traktáltak. Gyilkosság, merénylet. oda vagyok, meghalok. És azzal elkezdett ugrálni, toporzékolni, gyomrát szorítva két kezével kétségbe volt esve. Ádám apó komolyan megszánta a szegény embert. Átölelte magához, szorítá, vígasztalta. Nyugodjék meg benne, édes jóram, lássa, én is bőven bevettem e halálos méregből, de hát jól esett. Együtt halunk meg, s nagyon szép halálunk lesz. De én nem akarok meghalni. Most várom kineveztetésemet fizetéses segédfogalmazóságra. Adjatok gyorsan ellenmérget, mi az kérem, szorgoskodik Zsuzsasszony. Veresbort, erőset. A trihint egyedül a tannin öli meg, ha hirtelen kapják. Ó, de nagy szerencsé, hogy éppen kéznél van ez az ellenméreg, hálálkodik Zsuzsasszony, és elővette a szekrénybe gondosan elzárt palackot. Makár urat a képzelődés egész a halál révére vitte. Ott érezte dúlni a zsigereiben a górcsövi szörnyetegeket. Már érezte a nyakán azt a támadó viszketeget, ami addig növekszik, amíg az embert megöli. Jaj, hogy csípnek, jaj, hogy marnak. Tessék, tessék, mondás Zsuzsa tele pohárral nyújtva neki az ellenmérget. Makár úr mohon benyakalta az orvosságot. Na, ez jót tett, mindjárt jobban érzem magam. Kezdenek elcsillapulni. Már nem csiklondozzák a nyakamat. Tessék még arra, elvette az egész palackot, és abból húzott egy nagyot. Az alatt Ádám apó félrehúzta a János Konstáblert. De ugyan mondja meg, Konstábler úr, miért nem mondta meg az igazat, hogy ajándékba kapta a sonkát? Hát maga honnan tudja azt, hogy én ajándékba kaptam? Most súgta meg az asszony, hogy nem igaz az egész szörnyetegről való história engem akartak rászedni vele. A prezepiorka hentes a tajándékba. Na itt van. Így bízon az ember valami titkot az asszonyra. Olyan az asszony, mint a mázatlan kancsó. Minden keresztül szivárog rajta. Hát azért nem mondtam meg az igazat, mert azért az egyikért, ha feladnak érte, legfeljebb egy napra dunklit kapok, kis baj az ajándék elfogadásáért fegyelmi vizsgálat következik, az nagy baj. Azt sem tudtam. Ez alatt Makár úr kifújta az ilyettséget. Érezte, hogy a profilaktikus szer használt utólagosan, mint antidótum is. Ez hatalmas dózis volt. Kár, hogy több ilyen nyavaját fel nem találtak a doktorok, aminek ilyen jó az orvossága. Aztán körültekinté az orvosságos üveget, meglepte annak külseje. Á, ide nézzen az ember, palackos bor, aranyos etikettel, extra feiner, Adlerberger, Austich. Hát ilyen az ember. Ez a makár nem, hogy hálát adott volna a mai nap védszentjének, Szent Bazíliusnak, hogy őt a legközelebbi nagy veszedelemből kiszabadította, újra beleesett az előbbi bűnbe, fele barátjának az üldözésébe, pedig megmondja a szentírás, hogy ne legyetek fölöttébb igazságosak, meg hogy aki az őzet megüldözi az erdőn, az oroszlánra bukkan. Már minek volt neki most újólag azzal a kapcáskodással fordulni a szegény emberhez, hogy hol vette azt a drága bort? hisz a természet is úgy alkotta, hogy a fél szemét behunja. De csak azért is kellett neki valami turpisságot kideríteni. Tassau her! Ide nézzen, aki nem bak. A szegény emberek nagyon jól élnek. Hát ez a pecsétes, aranytikettes palack. Hogy került ide? Ezt is a János hozta, kérdezte Ádám a pótul. Igenis én hoztam, deponálta János ne feleljen ön, mikor nem önt kérdezem. Még az önvallomásának a jegyzőkönyve nincs lezárva. Elébb arra kell önnek megfelelni, hogyan mert ön egy ilyen életveszélyes élelmiszert a megsemmisítési rendelet törvényes következményei elől elodábbítani. Hát úgy, hogy nem félek én attól a trikótól, ettem én már krokodyérust is. Ezen nyilatkozat által szüköl makár a hivatalos tekintélyét érezte megcsorbítva. Konstábler úr, pacaljános, fontolja meg jól, hogy mit ejt ki a száján. Itt minden szó protokollumba kerül. Hogy evett volna ön krokodilust? Fentartom az állításomat. Hát mikor Mexikóban voltam a dicső, Miksa császár mellett, mint Kukta. Azt történt velünk, hogy majd éhen vesztünk. Egyszer kinn a táborban nem tudtunk mást puska végre kapni, mint egy krokodilust. De bizony megettük. Egy kicsit béka ízű volt, de csak hogy volt. Hát ha egy százfogú varasgyéktól meg nem ijedtem... Egy ilyen hitvány kis szörnyetektől, akit még nagyító üveggel kell keresni, csak nem szaladok az óperenciára. Vajja meg az úr, hogy az úr sem hisz, hogy vannak ilyen pirinyó szörnyetegek. Én valljak magának? Én nem vallok, csak konstatálok. No hát konstatálom, hogy én sem hiszem, hogy legyenek. Hanem azért muszáj nekik lenni, mert ki van adva legfelsőbb miniszteri rendeletben. Ez el van döntve. Másik kérdés az, hogy miként jutott ön ezen nagybecsű alkoholtartalmú palackhoz. Ez sem korrupciós bor. Megkövetem, de ez sem az. Hát ehhez meg úgy jutottam, hogy a fő fizikus úr felfedezte, hogy egy borkereskedőnek a palackos boraiban rókák vannak. Emiatt azokat ki kell önteni a csatornába. Én lettem-e megsemmisítési eljárással megbízva. Hát egyet, kettőt, hármat elhoztam a palackokból. Tetszik tudni vegyelemzés véget, hogy megtudjam, vannak-e benne rókák. Rókák? Miféle rókák? A fő fizikus úr németül ejtette ki, de én a mindent megmagyarosító egylet tagja vagyok. Csak nem igen igenis úgy mondta. Jaj, végem van! Most meg a fuksint itatták meg velem. Kétszeresen meg vagyok mérgezve. Ne kiabáljon az úr. Én már egy hét óta mérgezem vele magamat minden nap, mégsem másztam tőle a falra. De makár úrban újra föltámadt az életfenntartási ösztön. Borgia Lukrécia óta ilyen drasztikus mérgezési jelenet nem került még a színpadra. Gyilkosok, mérek, barlangja. Megálljatok, majd megfizetek én nektek ezért a traktáért. Jaj, hogy égeti a hátam közepét, ez a fussin. Hol egy tükör? Az arcomnak skarlátveresnek kell már lenni. Az aki kivett az oldal zsebéből egy kis görbe üvegcsét, és annak a dugóját kezdte kifelé húzogatni a fogával. Zsuzsa asszony nagy jámborul intézi hozzá ezt a kérdést. Kérem szépen, ez is valami ellenméreg? Makár úr nélkül is nagyon mérges volt már, rári volt. Ez nem ellenméreg, ez igazi méreg, ez tinta. Megálljatok csak, majd drága lesz ennek a trihinnek, meg a fussinnak az ára. Most én mindezekről jegyzőkönyvet veszek föl. Azzal kihúzott a zsebéből egy ív rováncsolt papírt, az kiterjeszti az asztalra, és hozzájött. Írni kezdett. A mai napon alul írott által a helyszínén fölvétetett. Kapor Ádám és a felesége. Szimulált szegények. Vallás háborító muzsikus. Kassai sonka hagyma fentőstül, kosár perec, virágcsokor, huszonkét fokú meleg szoba, különféle kések, danoló kisasszony, tejet kisded, hivatali visszaélést elkövető konstábler, egészségügyi rendelet bűnös kiátszása, életbiztonság elleni merénylet, kettős mérgezés, trihin és fuksin által. No! Lesz ebből szép kis ügydarab. Jaj, feleség, sápítozott Ádám a pó, végünk van. Nem a szegények házába, hanem a dologházba kerülünk mi mind valamennyien. Makár úr egy nagy pocát ejtett a protokollumba, azt vitézül fölnyalta. Majd pacsa János uram is megemlegeti ezt a mai... Gábel frustukot. De hát mi lesz belőle, pattogott vissza János, legfőjebb elcsapnak. Ugyan nagy dolog. Megyek zsákot hordani. Legalább nem abcúgolnak meg többé, és nem hívnak szamárnak olyan urak, akiknek azt mondhatnám, hogy ha én szamár, akkor kegyelmed, uram bátyám. Úgy? Akkor még azt is hozzáírom. Felsőbség irányában nyilvánított magasfokú tiszteletlenség, hivatali titok elárulása. Ezzel aztán a hajához törli a tollát, és ismét elrejti azt a tolltartóba. Itten végeztem, megyünk egy házzal odább. Azzal szétnézett a kalapja után. Nem találta. Hol a kalapom? Nem kapva az általánosságban tartott interpellációra választ, speciáliter Ráförmett a konstáblerre. Hol van a kalapom? János föltette az uniformisos sapkáját a fejére, és feszesre húzta derekán a dolmányát. Én tudom, hogy hol van, de ez hivatalbeli titok, amit majd csak az alkapitány úrnak terjesztek elő a raporton. De kalap nélkül csak nem mehetek el, az nem tartozik rám. Hát rablók vannak itt? Hová tették a kalapom? Zsuzsa asszony alázatosan bátorkodott megjegyezni. Kérem tisztelettel, a kalapját a Lidi kisasszony vitte be a szobájába. Micsoda, eldugta a kalapom, hogy el ne mehessek? No, még ez is bekerül a jegyzőkönyvbe. Tintát tollat papírt újra elővett a törvényes hatóság, és beleírta az újabb kihágást. Lídia kisasszony hatósági személynek erőszakos letartóztatása. Tiszteletlen magaviselet a hivatalos tekintély ellenébe. Ez is megvolt. Egészen organizált rablóbanda. Ja, én édes Jézusom, sopánkodik asszony. Sose írtak még a mi lakásunkban jegyzőkönyvet. A kalapon pedig itt legyen ebben a nyomban. A Lidi kisasszony már jött vele a hálószobájából. A cilinder ki volt vasalva, szép fényesre. Na, itt van az uraságodnak a kalapja, ne essék kétségbe. Makár a kalap után nyúcs nagy volt a megütközése, amint azt kezébe kapta. Micsoda, hát ez nem az én kalapom. Bele van írva a nevem veres tintával, hát hogy lett ez újjá? Hát egy kicsit kivasaltam. Kivasalta, attól lett ilyen fényes hisz az új korában se lehetett különben, amikor én még nem ismertem. Mosolygó arccal forgatta előre-hátra a kalapot. Ilyen kalap nincs az egész irodában. Ha ezt az a nagy tendi expeditor meglátja a fejemben, sárga irítség fogja ellepni. Hát aztán. Így egyszerre visszaesett a régi hivatalos hangba. Hát aztán mondja csak Lidi kisasszony hogy jött magának az a spurriussa, hogy ezt az én kalapomat kivasalja? Hát, megsajnáltam münt, hogy olyan elhagyatott kinézése van. Makár úrnak még a hunyorgó szeme is fölnyílt erre a szóra. Megsajnált engem. Ez a szó ismeretlen az én szótáromban. Hisz én, amióta élek, csak azért vagyok a világon, hogy leszígyanak, meg kinevessenek. Ha másnak csinálok bajt, akkor leszídnak, ha magamnak csinálok, akkor kinevetnek. Azért én sem szántam soha senkit. És itt most akadok egy emberi lényre, aki engem megsajnál. Hát igazán megszánt engem a kisasszony, hogy olyan madári esztő vagyok. És akart rajtam valamit igazítani. No, hát én sem maradok adósa. Mi áll egy kalap kivasalásáért? Elfogadja a kisasszony fizetés fejében ezt a jegyzőkönyvet? Azzal kihúzta az oldal zsebéből a veszedelmes protokollumot, és oda nyújtá a hölgynek. Azt tehetem vele, amit akarok? Ami a két kezének tett. De perc múlva nem volt már az a protokollum protokollum, mert azt a is kisasszony finom ujjacskái 32 darabra tépték. Akkor köszönöm. Jókor köszönte. Makár úr nevetett, két sor jobb sorsa érdemes, hatalmas fogat tüntetve elő, amiket ugyan soha se látott senki. Nevetni nem szokott, ásítani nem szabad. Hú, de hamar elbánt vele! Ez kéne nekünk az irodába kisegítőnek. Egy hét alatt nem lenne retardátum. No de hát ez még nem elég, most már hát kitöltöm még azt a szegénységi bizonyítványt is. Azzal még egyszer leült az asztalhoz, még egyszer kisrófolta a toltartót, kihúzta a fogával a dugót a kalamárisból, borcs, elkezdte a blankettát kitölteni. Susasszony asszony örömrepesve súgá Ádám apónak. Lásd, mégiscsak megírja a szegénységi bizonyítványt. Ádám apó csak a fejét ingattas, felfelé nézett a gerendára. Én azt hiszem, hogy most is csak álmodom. Egyszer csak fütyül a lokomotív, és akkor látom, hogy hibás váltóra igazítottam a blitzzugot. Nem, nem, ez valóságos, igazi, szép szegénységi bizonyítvány, amilyenért ma reggel imádkoztunk. Itt vanni, mondál, szüköl makár, megvan. És azzal a nedves papírosra, a bicsak fokával, port vakart a falról. Vegyétek! Legyetek szegények, nem bánom. Nem akarom útját állni a szerencséteknek, pedig megtehetném. Hanem hát megsajnált engem, kivasolta az ócska kalapomat. Fogja öreg, itt az írás. Ádám apónak a szeme is megtelt könnyel, mikor azt a kebléhez szoríthatta. Azután odaadta a feleségének. Egyik se tudott belenézni, mindkettőknek a szem előtt összefutott az írás. Utoljára a Lidi kisasszony olvasta fel nekik. Sokféle öröm születik a világra egy írott sor láttán mikor a gazdag bankár megkapja az érdemrendet, mikor a képviselő színről színre látja a mandátumát, mikor a vasúti konceszió alatt megpillantja a vállalkozó a miniszter aláírását, de mi ez mind ahhoz az örömhöz, ami a kaporádáméké volt, mikor elnyerhették azt a szegénységi bizonyítványt? Mégiscsak van igazság a földön. de bizony alkotmányos világban élünk. De hát megálljunk csak még egy szóra, mondám akár, a szelidebbik tekintélyét. Azt a kegyosztó, azt a pártfogást csugárzó tekintélyt öltve az arcán. Még valamit akarok ti nektek mondani. Most már tegezte őket, szárnyai alá fogadta, aztán szétnézett, hogy hová tegye le a kalapját. A mosókonyhában minden ragad, és most már nem lehet azt a kalapot letenni akárhová. Ó, kérem, tessék föltenni a fejére. Tessék, tessék! Két hölgy ráerőltette, hogy tegye föl a kalapját. Meg is tette, mégpedig egy kisé nyalkán, a hunyorító szeme fölé félrehúzva. Hát azt akarom mondani, hogy még ez a bizonyítvány maga nem teszi meg. Ti, édes öregeim, bizonyosan a szegények házába akartok fölvétetni, ahogy Ádám apó felsóhajtásából megértettem. Hát arra még egy folyamodás is kell, amire ráírhatják az indorszatát. Hát nehogy még egyszer visszaküldjék az öreget a városházától, majd gondoskodom én magam a ti folyamodástokról. Megint csak levette a kalapját, úgy gyönyörködött benne. No, majd írok én olyan. Itt félbeszakítá a szót észrevéve, hogy a konstábler még mindig ott van. Ugyan édes pacal János, legyen szíves megnézni, hogy nem lopta el valaki az esernyőmet. A folyosón hagytam kifeszítve. A János megtette a kérését. Ez előtt nem beszélhetek, mert ha megtudja valaki, hogy én folyamodást írok, bevádolnak zugírászat miatt. Ó, a János nem olyan ember. Csak hagyjátok, édeseim. 787 olyan paragrafus van, amit egy hivatalnoknak tudni kell, hogy mitől félje, mit nem szabad neki cselekedni. Félek én már akkor is, amikor a nyakra valómat felkötöm, de még jobban, amikor leoldom. Ha hányat lépek, annyiszor félek. No hát azt nem szabad senkinek megtudni, hogy a folyamodástokat én írtam. Olyan instancia lesz ez fogadom, hogy mikor azt elolvassa a tanácsnok úr, bömbölni fog, mint egy tengeri oroszlán. Beleírom, hogy ötven esztendeig éltek példás házasságban, most is a jó erkölcsöt is tápolják. Ami kevesük van, azt is megosztják a maguknál még szegényebbel. Belejön az árva cigány gyerek is, meg a szorgalmas Lidi kisasszony, aki csoda szépsége mellett keze munkája után él, s nincsenek bizonyos valakiei. Nem azokat az úrfiakat sajnálja meg, akik fénymázos kamáslit hordanak a cipőjük felett, és a kesztyűiket az oldal fitogtatják, egyik szemükkel monoklisok, másik szemükkel szemtelenek. Hanem azt a szegény ördögöt sajnálja, akinek félre van gázolva a csizmasarka. Írok én olyan instanciát, hogy hírsbáró megirídli, ha elolvassa, s fölcsap szegénynek kaporádám diszkrét ember volt. Sietett felhasználni azt az időközt, amíg a konstábler kívül van, oda makárnak. Aztán én nem kívánom ám ingyen azt az instanciát. Hát természetes, mondd Kinek, kinek meg kell a munkája díját kapni? Az rendén van. Mennyire tetszik azt megírni? Hát mit mondja köreg? Egy ebédér. Nagyon jó lesz kapott rajta az öreg. A feleségem nagyon jól főz. Hát nem itt nálatok, idei nem jöhetek, mert akkor kitudódik. Hát hol? Valami közhelyen, ahol nem tűnik fel. Ott azután a folyamodást átadhatom. Áldám apó nagyon felhúzta a vállát, valami közhelyen. Vendéglőt ért alatta. Ja, ha a Grand Hotel kívánja. Igenis, hát hol kívánja, hogy ebédeljünk? Hol? A népkonyhában. Ott tíz krajcárért olyan pompás gulyáslevest adnak, hogy a prímás se eszik különbet. Ergo holnap egy órakor a népkonyhán. Te fizeted az ebédet. Ennél a szónás zsuzsasszony megkapta a makár kezét, és nagy zokogva csókolta meg. Ó, drága jó uram, mi ez, mondám makár. Ne bolondozzatok, valaki megcsókolta a kezemet. Ilyet is megértem. De nem csak ezt értem meg, hanem még azt is, hogy a Lidi asszony az az oltári szépség, átölelt a fejét, és ezzel a szóval maga terékember, egy hatalmas csókot cuppantott, a tíz krajcáros patrónus ordinári arcára. Az csak ámult és bámult. Hát ez meg mi volt? Egy Szép leány csókja az én kicsúfolt pofámon. Milyen gazdagok, ezek a szegény.